Térzenével kezdődött a rendőrség és a polgármesteri hivatal átadásának ünnepsége Ibrányban. Az elmúlt években közel 20 projektet nyert el a város önkormányzata. Most egy városrehabilitációs pályázatnak köszönhetően két új épülettel bővült a település. Ibrány 2013. január 1-én járási központ lett, és akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy az önkormányzati épületet átadják a járási hivatal székeinek, hogy ne csak egy közigazgatási központ, hanem gazdasági, kulturális, turisztikai központ is legyen Ibrány, és akkor a polgármester úr a képviselőtestülettel egy pályázatot adott be egy új városháza építésére, tehát közel két éve helyeztük el az alapkövet, és lám, most megvalósult. A beruházás összesen 370 millió forintból valósult meg, amelyhez 30 millió forint hitelt vett fel az önkormányzat. Ebből a 340-370 millió forintból sikerült a református templom tetőzetfelújítása, homlokzatfelújítása, a római katolikus templom homlokzatfelújítása, parkosítása, néhány vállalkozó megsegítése, megerősítése a vállalkozásnak. Ez feltétele volt a pályázati kiírásnak, és természetesen ez a két épület, egy rendőrségi épület, amely 500 négyzetmétert foglal magába, egy 150 millió forintos bekerüléssel, és itt mellettünk egy új polgármesteri hivatal, amely 450 négyzetméteren terül el, és 140 millió forint bekerüléssel sikerült megépítenünk. Az új intézményeket a történelmi egyházak képviselői is megáldották. A fejlesztés az Észak-Alföldi Operatív Program forrásaiból valósult meg. Az ünnepségen elhangzott, hamarosan a területi operatív program forrásaira is lehet majd pályázni. Számos hasonló projektet tervezünk a területi operatív programban is. Május végén, június elején várhatóak az első támogatási felhívások, amelyek például önkormányzati épületek energetikai felújítását célozzák, vagy olyan közösségi fejlesztéseket is, amiket az elmúlt időszakban még nem sikerült befejezni, akár orvosi rendelők építését, és hát még sorolhatnám a célokat, bölcsődei, óvodai fejlesztéseket, tehát remélhetőleg a következő években is a polgármesteri hivatalok is, legalábbis energetikai szempontból biztos, hogy meg tudnak újulni, és más közösségi célokat is tudunk támogatni. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a résztvevők megtekintették a 23 év után új épületbe került rendőrséget.